A Prügyi Napközi Otthonos Óvoda 1972-ben nyitotta meg kapuit 25 férőhelyel, majd 1982-ben 4 csoportra bővült az intézmény. Prügy község önkormányzata 2004-ben azt a döntést hozta, hogy az 1972-ben épített óvoda épületét nem újítja fel, hanem új területen egy 130 férőhelyes óvodát épített a településen élő 3 és 6 év közötti gyerekeknek. 2005. szeptember 1-től a csöpségek már az új intézményben kezdték meg a nevelési évet, amely teljesen megfelel a 21. századi követelményeknek. A Prügyi Mesevár óvodában kiváló színvonalú a nevelőmunka, a 2004-ben épített új épület és a megfelelő tárgyi feltételek tartalmas és minőségi munkát biztosítanak a helyi óvodásoknak. Ez már az uniós szabályoknak mindenféle tekintetben megfelelő intézmény, mindenféle helyiséggel, tehát amivel korábban nem rendelkeztünk, bővült a csoport létszámunk, és a csoportjaink is bővültek, korábban 4 csoportos óvoda voltunk, most már mivel nőtt a gyerek létszám, ezért 5 csoportot alakítottunk ki, és a hozzátartozó öltözőhelyiségeket, aztán a csoportokhoz, minden egyes csoporthoz az óvónők kényelme szempontjából, ahová ugye tudnak pakolni, raktárhelyiségek, alakítottak ki, és amit ugye a törvény már előír, logopédiai szobánk, fejlesztő szobánk, orvosi szoba, tornaszoba, ami egyben nagyon praktikus, összenyitható az étteremmel. Itt különböző rendezvényeket tudunk, színvonalos előadókat tudunk a gyermekek számára hívni, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség. Hány gyerek van most az óvodában, illetve ők milyen plusz foglalkozásokat kaphatnak itt, illetve mi az, amilyen képességeket fejleszthetnek itt? Az óvodánk 125 férőhelyre épült, aztán mivel említettem, hogy megnőtt a gyereklétszám, ezért 2008-ban az alapító okiratunkat is ennek megfelelően módosítottuk, így most 130 a férőhelyünk száma, jelenleg 116 gyerekünk veszi igénybe az óvodai nevelést. 8 év elteltével költöztek ide, és sikerült megőrizni azóta is ezt a szép épületet, hogyan értékezte. Igen, ez valóban így van. Amikor birtokba vettük ezt az épületet, akkor következetesen kialakítottunk egy szokásrendet, amit a szülőkkel az első szülői értekezleten közöltünk, hogy milyen szabályokat szeretnénk bevezetni. Ők ezt tudomásul vették, örültek neki, nekik is nagyon tetszett ez a szép épület, és így közös erővel mai napig próbáljuk megóvni ennek a szépségét, tisztaságát. A gyermekállam óvoda pedagógusai fontos feladatoknak tekintik az egyéni sorsokkal való törődést, a gyermekek fejlesztése mellett pedig kiemelt figyelmet fordítanak a kicsik tehetséggondozására is. A csöpségek szülei kézműves, néptánc, zenei és hittan foglalkozások közül választhatnak gyermeküknek. A felújításnak köszönhetően 116 óvodás nevelési-oktatási körülményei javultak jelentősen Prügyön.